A legnagyobb probléma a gyerekelhelyezés kérdése Tolnán is. A központi intézkedéseknek megfelelően az iskolák és az óvodák bezártak, aki nem tudja megoldani a problémát, annak biztosítja a város a gyermekfelügyeletet. Ezek a létesítmények zárva tartanak, de azok a szülők, akik igazoltan nem tudják a gyermeküket otthon tartani, értem ezzel azt, hogy a mondjuk munkahelyi igazolást visznek, vagy olyan betegek, hogy nem tudnak a gyerekekre vigyázni, a számukra az iskolában is és az óvodában is gyermekfelügyeletet biztosítunk. Az első napokon 10 alatt volt az igénybevevők száma, de arra számítanak, hogy az idő előre haladtával ez a szám emelkedni fog, hiszen a szülőknek elfogy a lehetőségük az otthonmaradásra. Az oltási program lebonyolításában a város felajánlotta a segítségét. A Lovardában terveztek egy Szekszárdihoz hasonló oltópont kialakítását. Pillanatnyilag, mondta Aperszófer Ágnes, erre nincs szükség, mert a házi orvosok a saját rendelési helyükön ellátják a feladatokat. Ami gondot okoz, hogy több pályázata is a lezárás felé közeledik Tolnának, miközben a vállalt rendezvények lebonyolítása egyelőre lehetetlen. Hát nagyon izgulunk, hogy május végén már lehessen rendezvényt tartani, és akkor ez is megoldódik. Nyilván egy darabig van mód arra, hogy határidőt hosszabbítsuk ezeknél a pályázatoknál, de hát egy idő után vége, hiszen most már vége van az uniós ciklusnak. Arra, hogyha tovább húzódik a járvány és nem tud teljesíteni a város, egyelőre nem születtek még végleges megoldások.